Szeretettel köszöntöm a drága testvéreimet, áldom az Úr benneteket, és folytatjuk az ige hasonlottatását, Abcsel könyvénél járunk, 8. fejezet jön, és eredeti görög fordításból Vida Sándor fordítása. Úgyhogy bele is vágunk, drága testvéreim, nyissátok ki a szívetek ajtaját, hogy be tudjon menni a szívetekbe ezek az ige, hogy ott tudjon munkálkodni és újjászületés jöjjön az életetekbe. Jézus nevében kívánom. Amen. Kezdjük, testvéreim. 8. fejezet. Saul pedig velük együtt jónak látta az ő megölését. Itt Istvánról van szó, ugye befejeztük be, István kinyírták. Ott volt ez a Saul pár is, aki aztán utána Istennek nagy munkása lett, ugye, mert a damaszkoszi úton maga Úr Jézus Krisztus meg érintette őt, és vett egy 180 fokos fordulatot, nem 360-at, mint sok-sok keresztény, ugyanolyan marad, mint volt, hogyha semmi megtérés nincs az életébe. A lényeg az, hogy ez a Saul Pál itt még az ördögöt szolgálta erőteljesen, igazi farizeusi szellemiséggel volt betöltve. Azon a napon nagy üldözés lett a kihívott gyülekezet ellen. A kihívott gyülekezet ellen itt már is meg kell, hogy álljunk. Tudjuk azt, hogy a Károly Gáspár fordításban egyházakat írnak. Abszolút nem egyházról szólnak itt ezek a dolgok, úgyhogy sajnos finoman fogalmazok. Igen, elég téves az a fordítás. A kihívott gyülekezet ellen. Jeruzsálemben mindnyájan szétszorultak, Júdea, a Szamária vidékeire, apostolokat kivéve, azok nem szaladtak széjjel. Eltemették, eltakarították pedig Istvánt, istenfélő férfiak, és nagy sírás, sajgatást tettek felette. Saul pedig pusztította a kihívott gyülekezetet. Házakat sorra járta, elhurcolta a férfiakat, asszonyokat, nőket, tömlöc őrizetbe adta át őket. Ez azért, mert hittek Istenben. Kedves testvéreim, ez a farizeusi jellem. Aki farizeusi jellemmel van betöltekezve, annak nem tetszik az igaz tanítás, az igaz cselekedetek, az erőteljes evangelizálások, az igaz evangélium elkimondása. Ezeknek nem tetszik. Akik tehát szétszorultak, széjjel jártak, örömhírként hirdették az igét, Fülöp pedig lement Szamária városába, hírnökként hirdette nekik Krisztust. Azok az apostolok hírnökök voltak. A tömeg pedig egyöntetően hasonló érzéssel felfigyelt azokra, melyeket Fülöp nekik mondott. Hallották, szemügyre vették a jeleket, melyeket tett. Mert sokakból, akikben tisztátalan szellemek voltak, azaz a ördög, sokakban, most is sokakban tisztátalan szellem, azaz az ördög ott van bent, voltak. Nagy hangon kiáltva kimentek, sok béna sánta gyógyulást nyert. Itt ugye egyértelműen ez az ige leigazolja, akik akár sánták voltak, vagy bénák voltak, vagy bármi különböző betegség ütötte föl a fejét az életükbe, ezt mind az ördögök csinálják. Az démonizált állapotban van. Hiszen le van írva János 10:10-ben, hogy az ördög azért jött, hogy lopjon, meglop anyagiakban, vagy a házasságban, bármiben, csaljon, nyomorba döntsön és kinyírjon. Ez a súlyos betegségben meghalt, vagy akár balesetben meghalt, és így tovább, és így tovább. Lett pedig nagy öröm abban a városban. Egy férfi pedig név szerint Simon, aki régóta varázslást űzött a városban, és ámulatba ejtette Szamária nemzetét, valami nagynak mondotta magát. Akire mindjárt hallottak, kicsintől fogva nagy, ezt mondták. Ez az Istennek nagynak hívott ható ereje. Ezt mondta Simon a varázsló. Nem hazudott.
Szóval a varázslók is tudnak igazságot mondani, de azok mindig csak fél igazság, mert a varázsló eleve az ördög beszél belőle, de igazságot mond, így téveszti meg, még sok-sok keresztényt is. Azért hallgattak pedig rá, mert elég sok idő óta ámulatba ejtette őket a varázslásokkal. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten királysággal Jézus Krisztus nevéről szóló örömhírt üzenetet hirdette nekik, bemerítkeztek, mint férfiak, mint asszonyok. Simon pedig maga is hívővé lett. Ő is bemerítkezett. A varázsló is hívő lett belőle. Halleluja, dicsőség Istennek. És bemerítkezett, ragaszkodott Fülöpöt. Amikor látta, hogy gyerek és nagy erő megnyilvánulások történnek, elámult. Szóval rájött ez a Fülöp a varázsló, hogy őtől van sokkal erősebb is. Hogy az ige is mondja, nagyobb van, aki benne van, mint aki a világban van. Azaz, ha te Szent Szelleme betöltekeztél, mindenképpen minden varázslás fölött állsz. Amikor pedig meghallották Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Szamáriában befogadta az Isten igét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Akik amikor lementek, imádkoztak érettük, hogy vegyenek, kapjanak Szent Szellemet. Imádkoztak értük, hogy ők tudjanak venni is, és Isten küldje a Szent Szellemet. Hogy Szent Szellembe tudjanak belekeresztelkedni, hogy a eleveli görög írja. Mert még senkire közülük nem szállott rá, hanem csupán be voltak merítve Úr Jézus nevében. Figyeljétek csak! Csupán csak be voltak merítkezve a vízbe, Úr Jézus nevében. Na most itt megállunk. Kedves testvéreim, silalmas helyzet van a keresztény berkeken belül, majdnem mindenhol így van. A végállomás nekik az, hogy bemerítik a vízbe az embereket. Valaki elmond egy befogadó imádságot, ettől még nem született újjá, nem vallotta meg a bűneit, ettől még nem keresztelkedett meg Szent Szellembe, mert ezek már be voltak merítve vízbe. Itt írom, olvassam igen. De még Szent Szellemet nem vették. És a silalmas helyzet az, hogy most ezt csinálják, hogy vízbe bemerítkeznek, bemerítenek az apostolok, pásztorok, és így tovább, és azt hiszik, hogy ebben rendben van. Holott azt írja az eredeti görög fordítás, hogy János vízzel keresztelt, de majd ti Szent Szellembe fogtok bemerítkezni, azaz belemerülni, Szent Szellembe betöltekezni, Szent Szellem Isten jelenléte, Atya, Fiú, Szent Szellem, ez a Szent Hármasságban. Semmiféle Szentlélek nincs. Defektes, téves fordítás, és defektes, aki ezt vallja, hogy Szentlélek van. Nincs ilyen. Az egész világon mindenhol Szent Szellem van írva, minden Bibliában, csak a Károli Gáspár fordítás ír Szent Lelket. Hajmeresztő, hogy még van ez? Nem tudom. De defektes. Maradjunk ennyibe. Nem állja meg a helyét, nem igaz. Szóval még egyszer. Bemerítenek vízbe, és azt hiszik, hogy rendben van. Megkeresztelked, tesz hazudják. Miért hazudják? Hát tudatlanok, hát ők sem tudják. Azt hiszik, hogy rendben vannak, hát ők maguk sincsenek rendben, aki így cselekszik és ezt teszik. Az egész kereszténység is rendben. Hát ezt cselekszik, vízbe bemerítenek, nem Szent Szellembe. A Szent Szellembe nem is tudsz bemerítkedni, hát leírja apostolok könyve, már túl vagyunk adó, harmadik fejlet, 38-as ige verse, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket, hogy vegyétek a Szent Szellemet. Hát még telve van az edény, bűnökkel, a Szent Szellem nem fog lakodást venni ott. Tenni előbb meg kell vallani, aztán aki erre kapott kenetet Istentől, mert maga Jézus is kenetet kapott az Úrtól, hogy ördögöket üzze.
Aki kapott erre keretet, és hiteles a szellemvilágban, és az kiűzi, miután megvallotta a bűnt. Még ő megvallani, megszűnik a jog alapja az ördögnek az életedbe, és aki keretet erre kapott, és hiteles a szellemvilágban, az ördögöt becsapni nem lehet, az kiűzi. Akkor így megürült az edényed. És mivel üres az edény, maga az ige is mondja, ne hagyd üresen az edényedet, nehogy én gonoszabb visszajöjjön. És ekkor a Szent Szellem imádkozni, Szent Szellem, mert töltekezzen be, hogy a Zsidó 4.12 mondja, hogy a Szent Szellem eljut a szellemnek, megtisztítja a szellemedet, eljut a léleknek, megtisztítja a lelkiismeretet, míg előtt az ember hazudott, füllentett, lopott, csalt, mindent csinál, megtisztítja az Úr. És ez a Szent Szellem eljut a ízeknek, velőknek eloszlásáig, minden betegségből meg kell, hogy gyógyuljál, ha van hited. Ha nincs hited, akkor neked fapatkát se éled a tanítás se. Semmi. Csak azt mondod, ez jól volt, az kész, végeztük. És mész tovább. Mert hit nélkül halott az ige. Zsidó 4.2 leírja, szárad az ige. Zsidó 4.2. Szárad az ige. Mi az, hogy szárad? Nincs benne tűz, nincs benne élet, nem folyik a víznek a forrása, ahogy Jézus mondta. Ha te ebből iszol, soha meg nem szomjazol. Halleluja, dicsőség Istennek. És szent és igaz ez. A testi keresztény nem is tudja, én most miről beszélek itt. És ezek folynak a gyülekezetekben. Siralmas. Siralmas. A vezetők sincsenek újjászületve Szent Szellem állattal. Farizeusi vezetés folyik, azaz testi. És ha egy keresztény vagy egy újjászületett személy bemegy oda, Szent Szellem által cselekszik és beszél, az kinézik onnét, vagy kirúgják, vagy nem tetszik neki, de egy biztos mikrofon nem annak a kezébe, hogy ő tanítson. Mert irigyek, mint a farizeus igyek voltak. Tudjuk az igéből? Jézus, Pál apostol, Pétert és az összes apostolokat állandóan ki akarták nyírni. Hát most ugyanezek ugyanezt csinálják. Nem konkrétan döfik beléd a kést. Még véletlenül se engednek mikrofon elé. Hát ha ilyen tanításokat lehetne tanítani, a félgyülekezet felállna és elszaladna. Farizeusoknak nem tetszik ez az igaz beszéd. Azok kitakarognának a gyülekezetbe. Menjünk tovább, kedves testvéreim. Szóval. Mert még senkire könülök nem szállott rá, hanem csupán be voltak merítve Úr Jézus nevébe. Szóval csupán csak vízbe voltak bemerítve. Csupán csak vízbe vannak bemerítve a keresztények is. Tiszta test. De mit mond az ige? Azt ugyan garantálom nektek, így írja a Biblia. Test és a vér nem látja meg a mennyek országát. Hát újjá kell születni Szent Szellem által emberek. Másképp nincs üdvösség. Az üdvösség ingyen van. Csak te nem tudod átvenni. Mert ezt Szent Szellemmel újjá születve tudod átvenni. És akik azt tanítják, megyünk a mennybe, az hazug, tanító, mindő, kivétel nélkül. Akkor rátették kedejéket, megkapták a Szent Szellemet. Most meg mi történik? Ráteszi a pásztor, meg a apostolok, meg ezek a kundalini nagymestereket a kezüket, és betöltekedel az ördög minden dolgával. És mindenféle nyavajával, mindenféle betegséget van. A vezetők is, a apostolok is, a pásztorok is úgy szedik a gyógyszereket, mint a cukordrazsét. Konkrétan láttam és tudom. Nem mondok neveket. Úgy állnak az orvosok, mint akik nincsen Úr Jézus Krisztus gyógyítójuk, hiszen maga Jézus mondja, élok a mesteretek, tanítotok, gyógyítotok, nincs más. Akkor milyen az orvosod? Mert nincs hite, egy szikra sem. Csak a test. Hiszel Istenben? Hiszed? Ennyi. Amikor pedig látta Simon a varázsba,
hogy apostolok kérletétel által adatik a Szent Szellem. Pénzügyt kínált nekik, lóvéjé meg akarta venni Istent, el a varázsló. Pedig hát imént mondta, hogy már ő is megtért, befogadta. Hát még meg nem tért, csak befogadta a csíp benne, mert rájött arra, hogy ezek a apostolokban sokkal nagyobb erő van. Az az a Szent Szellem. Isten ereje. Ezt mondta, adjátok nekem is ezt a hatalmat, ezt a hatóerőt. Ezt mondta ez a Simon a varázsló. Na most, mivel erre volt vágyódásuk a sok kundalini mesternek is, a Ráti Tamás, a Magyari Laci, a Gulyás Attila, sorolhatnám, rengeteg sok van már Magyarországon, meg a hálózat bújtsa. A süvegeségtől kezdve mindegyik kiment szépen, betöltekeztek ezzel a mocskos szellemiséggel, a kundalini szellemiséggel. Mert ők is így voltak, hogy adjátok nekünk ezt az erőt. És kint a kundalini mesterek meg rátették a kerüket, és betöltekeztek ők is, nem Szent Szellemmel, mert szerették volna ezt a hatóerőt, de az ő edényüknek meg kéne tisztulni, és újra kellene születni. Mivel ez nem történt meg az edényükben, akkor aztán hadja jöjjön a kundalini erő. Amit mivel be vannak csapva, hát ők azt hiszik, hogy ez a Szent Szellem, és annak is tulajdonítják a cselekedeteket, miközben az ige azt mondja, hogy átkozott az, ki a rosszat jónak mondja, az ördög munkáját a Szent Szellemnek tulajdonítják. Enyhén szóval egy silalmas helyzet ez, keresztény berkeken belül. Hogy akire ráteszem, ráhelyezem a kedemet, Szent Szellemet kapjon. Hát ezt szerette volna a Simon, meg ezek, akiket imént mondtam, de nem csak ők vannak, sokan mások. Péter pedig így szólt hozzá, te elüstöd példát veled együtt veszed el? Mivel azt gondoltad, hogy Isten ajándéka pénzért megszerezhető, el nem áll. Péter lehet neked több milliód is. Pénzét nem fogod a Szent Szellemet megvenni. Nincs neked részed, sem osztály részed e dologban, mert a szíved nem egyenes Isten előtt. Szóval magyarul mit üzen nekünk ez a ige? Az, hogy te Szent Szellemet be tudjál töltekedni, és újjászülessék, egyenes szívűnek kell lenni. Ahogy maga Úr Jézus Krisztus is mondja, és a görög fordítás így ezt. Ne légy két színű! Ne légy két szívű! Egyszer itt a szíved, egyszer ott a szíved, ez a két színű. Hogy szoktam mondani, a keresztényeken belül nagyon nagy színészi tehetséggel rendelkeznek, főképpen a vezetők. Térj észre, el rossz gondolkodásból, kérd az Urat, hát ha talán megbocsátja neked a szíved gondolatát, mert szívvel gondolkodunk. Szívünk gondolkodik, szívbe döntjük el, mit cselekszünk. Mert látom, hogy keserűség epejében, az igazságtalanság kötelékében vagy, lenedez el. Az igazságtalanság kötelékében. Meg van kötetve az ördöggel. Válaszolva, hogy Simon ezt mondotta, könyörögjetek ti értem az Úrhoz, hogy csendben azokból ne jöjjön rám, amiket mondottatok. Szóval ez már rájött erre a Simon, hogy ezek valamit kimondanak a apostolok, az úgy is van és megtörténik. Miért? Mert Istennek munkásai. Ők tehát miután tanúbizonyságot tettek és szóltak az Úr szavát, visszafordultak Jeruzsálembe, szamarításukhoz sok falujában hirdették az örömhírt, az örömüzenetet. Az Úr angyala pedig szólt Fülöpöd, ezt mondotta, kelj fel, menj el déltájban arra az útra, amely Jeruzsálemtől Gázába megy, alá elhagyott az. És fölkelt, elment, és lám egy etióp férfiú, Kandakénak, etióp királynénak hatalmas kamarása, aki minden kincstára fölött volt, aki feljött imádkozni Jeruzsálemben. Itt meg kell jelni. Ez az ember Istenbe hitt. Képzeld el,
hogy a kincstárnak, ő a főkincstárnak milyen gazdag lehetett ő maga is, meg milyen komoly beosztása volt, és ennek ellenére elmegy Jeruzsálembe, hogy imádkozhasson. Visszatérőben volt, és szekerén kocsián ülve olvasgatta Ézsaiás prófétát. Mondta szellem pedig Fülöpnek. Na, itt megint megállom. Szóval, ha te Isten hangját szeretnéd hallani, Szent Szelleme bekötöltekedni, és a te szellemedben hallod a Szent Szellemnek az utasítását, azaz Istennek. Hogy hova menj, mit cselekedj, hogyan tett. Ha nem ez történik a te életedben, nem vagy betöltekedve, akkor az ördögnek a hangját, az ördögnek a sugallatát hallod, minden a sok kundalény és vezető vagy a farizeusok. Szellem pedig, ugye mondta a szellem pedig Fülöpnek, jöjj oda, csatlakozz ehhez a szekérhez, kocsihoz. Odafutva pedig Fülöp meghallotta, hogy az olvassa Ézsaiás prófétát, és ezt mondta, vajon érted-e, amiket olvasom? Nagyon jó kérdés. Mert aki Szent Szellemmel nincsen betöltekedve, az a Szentírás nem érti. Az csak a kis buksiába összerakja, hogy mit is akar mondani az Úr, de még véletlenül se találja el. Mert te Szent Szellemmel által íródott a Szentírás, Szent Szellemen keresztül, Szent Profétákon keresztül, és csak a Szent Szellem által lehet értelmezni ezt a Szentírás úgy, ahogy az Úr akarna. Ha ez így volna a vezetőkkel, akkor nem ilyen helyzetben volna ez a kereszténység. Azt pedig mondta, hogyan is érthetném, ha valaki rá nem vezet az útra engem. És odahint a Fülöpöt, hogy lépjen fel és üljön mellé. Az írás helye szakasz, amelyet olvasott, ez volt, mint nyúlhoz levágásra vitték, hajtották, és mint a bárány az ő nyírója előtt, hangtalan, néma, így nem nyitotta fel szóra a száját. Megaláztatásban ítélete, elvétetett nemzedékét kisorolja fel, mivel hogy elveszik a földről az életét. Válaszolva pedig kamarás Fülöpnek ezt mondta, kérlek téged, kiről mondja ez a proféta, önmagáról vagy más valakiről? Felnyitotta pedig Fülöp a száját, és elkezdte ettől az írástól örömüzenetként hirdetni neki Jézust. Amint pedig mentek az úton, valami vízhez érkeztek, és mondta a kamarás, lám víz, mi akadályod engem, hogy bemerítkezzem? Fülöp pedig ezt mondotta, ha hiszel egész szívedből, szabad. A válaszolva pedig ezt mondotta, hiszem, hogy Isten fia, Jézus Krisztus. És megállította a kocsit, a szekeret, leléptek mindketten a vízbe, Fülöp is, kamarás is, és vízbe merítette őt. Halleluja, dicsőség Istennek! Ennek az embernek természet fölötti hitre jutott. Ugye eleve már, aki ilyen messzire fölmegy, és dús, gazdag, és mégis Isten dolgai érdeklő, hogy ott imádkozhasson, most megfordítva van, aki gazdag, vagy nem gazdag, aki minél közelebb van a gyülekezethez, annál jobban nem jár. Mert nem jutott még igazán Isten félelemre. Amikor pedig följöttek a vízből, figyelj, az Úr szelleme elragadta Fülöpöt. Nem látta őt többi a kamarás, mert tovább ment az útján örömmel. A Fülöpöt meg a Szent Szelleme elragadta, és egyik helyre a másikra vetette. Ilyeneket csinál a drága jóságos mennyei atya. Mindahogy a pás apostol is elmondta, hogy akkor már az urat szolgálta, a Saul Pál, hogy fönn voltam a harmadik égben a paradicsomban, de hogy testben él vagy szellemben? Nem tudom. El lett ragadtatva ő is, még csak azt se tudta, hogy testben vagy szellemben. Fülöp pedig az ótusban találta magát, és átjöve evangelizálva a városokat, mint még Cezáriában nem jutott el. Saul pedig még fenyegetéstől és gyilkosságtól lihegve
az úr tanítványai ellen elment a főpaphoz. Leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, összejövetelekhez, hogyha egyeseket talál, aki ezt az utat követik, férfiakat, asszonyokat, megkötözve vedesse Jeruzsálembe. Brutális ez a farizeusi, gyilkos szellemiség. Miközben pedig ment, történt, hogy közelegett Damaszkuszhoz, hirtelen fénysugározta körül az égből, és földre esve hangot hallott, amely ezt mondotta néki: Saul, Saul, mit üldözöl engem? Ez volt Úr Jézus. Nem ezt mondta: Saul, Saul, mit üldözöd az én apostolaimat? Nem. Engem. Magyarul, aki Isten munkását bántalmazza, az Jézus Krisztussal fog ütközésbe kerülni. Ő pedig ezt mondta: ki vagy, Uram? Ő pedig: én vagyok Jézus, akit te üldözöd. De állj, kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. Férfiak pedig, akik együtt utaztak vele, szótlan állatok, hallották ugyan a hangot, de senkit sem látta. Isten meg tudja ezt csinálni, hogy te látod, a melletted lévő 10 meg nem lát. Vagy te hallod, a melletted lévő 10 nem hallja. A mindenre ható atyánk mindenre képes. Felkel pedig Saul a földről, de amikor felnyitott a szemét, senkit sem pillantott meg, hanem kézen fogva bevezették őt Damaszkuszba, az Úr megvakította őt. És 3 nap úgy volt, hogy nem látott, és nem evett, nem ivott, szóval meg volt a böjtölés, és a Saul részéről elverkezte böjtöléssel. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Ananiás, és így szólt hozzá látomásban az Úr. Ananiás, ő pedig ezt mondotta: lám, él, Uram! Az Úr pedig ő hozzá: állj föl, menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keresd meg Júdás házában egy Saul nevű tartósít, mert lám imádkozik, és látta, mint egy Ananiás nevű férfi bemegy hozzá, és kezeit ráhelyezi, hogy újra lásson. Ananiás pedig válaszol: Uram, hallottam sokaktól e férfi felől, mennyi rosszat tett a te szentjeidnek Jeruzsálemben. Itt is meghatalmazása van a főpapoktól, hogy megkötözze mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Így szól pedig hozzá az Úr: menj el, mivel a kiválasztott edényem eszközöm, nekem ő. Szóval ez a Saul pár sok-sok tanulság van, minden egyes ilyen helyben. Ez kiválasztott edény volt. Maga a Saul Pál mondja el majd, mikor már Urat szolgálta, hogy a földbevetése előtt már az Úr kiválasztott bennünket. Dicsőség Istennek. De az Úr engedte, hogy látod, gyenge az ember volt, és gyilkos. Pedig kiválasztott edénye volt az Úr. Csak az Úrnál van az ide, hogy a Prédikátor könyve mondja, hogy ideje van a születésnek, ideje van a halálnak, ideje van a megtérésnek, mindennek ideje van. És az Úr most így döntött, hogy megtéríti ezt a Pál apostolt a damaszkuszi úton. Velem is ezt tette az Úr, csak másképpen. Így szól pedig: menj el, mivel a kiválasztott edényem, eszközöm, nekem ő, hogy elvigye a nevemet a nemzeteknek, királyoknak, meg Izrael fiainak elébe. Nemzeteknek, királyoknak, szóval a megtéretleneknek, királyoknak, vezetőknek, és bizony ezt végig is csinálta Paul Sál, Saul Pál, bocsánat.
Ez a Saul Pál, ugye, ezt végig is csinálta, azt kell róla tudni, hogy ugye tudott zsidó nyelven, rómaiakkal is tudott beszélni, görög nyelven is tudott, ki tudja hány nyelven tudott, mert ez egy tanult ember volt, és hát erre azért szükség volt erre, hogy ilyen vezetők meg királyok elé őt küldte az Úr, rengeteg sokat megverték elé, majd fogjuk érzékelni itt az igében. Úgyhogy az Úr engedte ezeket mind előtte, még meg nem térítette őt. Mert én megmutatom neki, mennyit kell az én nevemért szenvednie. Szóval az Úr megmutatja az Úr nevéért, mennyit kell szenvednie. Az Úr nevéért bizony szenvedni kell. Ez a kereszténység, ez nem ebből áll, hogy halleluja, dicsőség Úrnak, nagyon jó minden, ez igaz, dicsőség az Úrnak, de az igaz evangéliumot hirdeted, a nefély mindjárt nem szeretnek hagyni. Elment pedig Ananiás, bement a házba, ráérte kezeit, ezt mondotta. Saul testvér, az Úr küldött engem Jézus, aki megjelent láthatóvá lett neked az úton, amelyen jöttél, hogy szemeid újra felnyitjanak, és megteljít szent szellemmel. Szóval itt a szolgálatot, az apostolok, nem csak ez a Saul Pál, hanem a többi apostol is, csak akkor kezdte el, mikor már megteltek szent szellemmel, nem a farizeusi szellemiséggel, és nem a kundalini szellemiséggel, hanem szent szellemmel, magyarul szent szellemmel újjászülettek, szent szellembe, belemerítkeztek, nem csak a vízbe. Értitek? A különbséget, hogy milyen nagy bajok vannak a mostani kereszténységben? Itt csak vízzel merítkeznek be, meg a kundalini szellemmel. És mindjárt leestek szemelő, mint valami pikelyek, visszanyerte látását, felállt, bemerítkedett. Látjátok? Majd utána merítkedett be, miután szent szellembe betöltekedett. Nagy a különbség. Miután táplálékot vett magához, megerősödött, történt pedig azután, hogy Damaszkuszban volt a tanítványokkal néhány napig. És már is a zsinagógában összejöveteleken hívnökként hirdette Jézus, hogy ez az Isten fia. Árménykodák pedig mindnyájan, akik hallgatták és ezt mondták, nem el az, aki pusztította. Vestünkre jött Jeruzsálembe, azokat, akik segítségül hívják e nevét. Ide is azért jött, hogy megkötözve fogja, pirincsbe verve vigye őket a főpaphoz. Saul pedig egyre inkább zavarba hozta Damaszkuszban lakó zsidókat, bizonyítva, hogy ez a Krisztus, amint pedig eltelt elég sok nap, együtt tanácskozott a zsidók, hogy megöljék. Na látjátok? A zsidók és a testi keresztények farizeusi jellemmel betöltekezve egyből ki akarták nyírni azt, aki szent szellemmel van betöltekezve. Ez most sincs másképp, kedves testvéreim. De tudomásul jutott Saulnak rápályázó alattomos szándékuk, őrizték pedig kapukat is nappal éjjel, hogy megöljék. De fogták a tanítványok, éjjel város falán át, leengedték őt kötélen, leeresztették egy kosárban. Amikor pedig megérkezett Jeruzsálembe, megpróbált csatlakozni tanítványokhoz, de mind féltek tőle, nem hittek, hogy ő tanítvány. Barnabás pedig magához vette, felkarolta, elvezette az apostolokhoz, és elbeszélte nekik, hogyan látta az úton az Urat, és hogy szólt neki, és milyen bátran beszélt Damaszkuszban Jézus nevében. És velük volt, és kijáratos Jeruzsálemben bátran beszélt az Úr nevében, szólt, sőt, vitába szállt a görög nyelvű zsidókkal, helénistákkal, de azok kedet rá téve, igyekeztek megölni, életére törtek. Amikor pedig pontosan megtudták ezt a testvérek, elkísérték őt Cezáriába, elküldték őt Tarszuszba. Gyülekedetnek pedig egész Júdeában, Galileában, Szamáriában békessége volt.
épült és járt az Úr félelmében. Szóval, amivel Szent Szellemmel letöltekedett, abban a pillanatban Isten félelemre is jutott. Na már most, mikor valaki Isten félelemre jut, mondja a példabeszédek, az bölcs. Ha már valaki Isten félelemre jutott, az nem meri megtenni, hogy gyülekezetekben nem megy, sőt, mint hogy nem, hogy nem meri, alig várja, hogy mehessen abba a közösségbe, ahol a Szent Szellemnek jelen léte ott van. Szent Szellem segítségével sokasodtak, többen lettek. Történt pedig, hogy Péter, amikor mindnyájukhoz átment, lement a szentekhez is, akik Lidiában laktak. Talált pedig ott egy Éneász nevű embert, aki már 8 éve gyékélyen feküdt, aki bénult, béna volt. És ezt mondotta neki Péter. Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus, állj fel és vesd meg az ágyadat, és mindjárt talált. Halleluja, dicsőség Istennek. Látták ezt mi, akik Lidiában, Szálomban laktak, akik odafordultak az Úrhoz. Jobbéban pedig volt egy nő tanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti Dorkás, azaz Zelge. Ez teljes volt jó tettekkel, alamizsnákkal, amelyeket osztogatott. Történt pedig azokban a napokban, megbetegedett és meghalt, megmosták őt, és kiterítették a felső teremben. Közel volt pedig Lídai operálót, tanítványok hallották, hogy Péter ott van, két férfiút küldtek hozzá, segítséget kérték, késedelem nélkül menjen át hozzájuk. Felállt pedig Péter, elment velük együtt, aki mihelyt megérkezett, felvezette a felső terembe, és elébe álltak mind az özvegyasszonyok, és síránkozva mutogatták neki az alsó ruhákat, öltözeteket, melyeket a Dorkás csinál, míg velük volt. Kihajítva pedig mindenkit, Péter, és térdre borulva, imádkozott, odaportolva a testet, ezt mondotta, Tábita, állj fel! Azt pedig felnyitotta a szemeit, és akkor meglátta, Péter felült. Szóval, amit az igéből tudunk, hogy Úr Jézus Krisztus elküldte a tanítványait, miután kiképezte, menjetek körbevetődni, halottakat támasztani, betegeket gyógyítani. Ezeket mindegyik apostol be is mutatta. Betegek gyógyultak, bénák járnak, ördögöt űznek, hiszen az okozza a betegséget, meg a halált is, a halál és a pokolt szellemisége, és halottakat támasztanak fel. Itt az élő példa rá. Na most meg kell itt jegyezni, hogy az egész kereszténység vezetőségének ezeket a cselekedeteket kellene tenni, Szent Szellem által, nem a kundaléni által. Az pedig kezét nyújtotta neki, felállította őt, aztán pedig beszólította, behívta a szenteket, özvegyasszonyokat, eléjük állította őt, bemutatta élve. Ismeretes lett pedig ez az egész Joppe a szerte, és sokan hittek az Úrban. Történt pedig, hogy elég sok napig maradt Joppéban egy bizonyos Simon Tímárnál. Ti tudjátok, mi történt egész Júdea szerte, elkezdte Galileától bemerítés után, melyet János sírnökként hirdetett. Názáreti Jézus, miként kente fel őt? Szent Szellemmel és hatalommal. Aki szerte járt, jó tett és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalma alatt voltak, mivel Isten volt ő velük. Szóval betegek voltak, és a betegek az ördög hatalma alatt voltak. Szóval akinek betegség üdi fel a fejét az életében, az ördög benne van az ő edényében, hiszen a betegséget ő csinálja, nem a szél fújja beléd, és így tovább, és így tovább. És nem a mennyei a családja. Hiszen azért küldte el az apostolokat,
Nyolítsanak halottakat, támasszanak ördögöket, üzzenek el a program, más nem van, és tanítsátok az evangéliumot. És mi vagyunk a tanúbizonyságai mindazoknak, amiket tett a zsidók országában, Jeruzsálemben, akit megöltek, felfeszítettek keresztfára, kínkalóra, mondták Jézust. Őt az Isten életre keltette a harmadik napon, és megadta, hogy láthatóvá, nyilvánvalóvá legyen. Nem az egész népnek, hanem az Istentől előre meghatározott tanúknak. Nekünk, akik együtt ettünk, együtt ittunk ővele, halálból való feltámadása után. És megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, tanúbizonyságot tegyünk, hogy ez az, akit Isten kijelölt, hogy élőknek és holtaknak ítélő bírója legyen. Erről tesznek proféták tanúbizonyságot, mint hogy a bűnei vétkeik bocsánatát veszi az ő neve által mindenki, aki hisz benne. De egy Szent Szellem által való hitre kell jutni, nem csak ilyen testi hitre. Még miközben szólt Péter a beszédeket, leszállt a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták az igét. Halleluja, dicsőség Istennek! Elámélkodának körülmetélésből való hívők, zsidóságból, mind akik a Péterrel együtt jöttek, hogy a nem zsidó nemzetekre is kitöltetett, kiáradt a Szent Szellem ajándéka. Mert hallották őket nyelveken szólni, magasztalni Istent. Halleluja, dicsőség az Úrnak! Ekkor így válaszolt Péter. Vajon nem títhatja valaki a vizet, hogy vízbe merítkezzenek ezek, akik Szent Szellemt épp úgy megkapták, mint mi. Szóval itt megint fel van állítva egy sorrend. Szent Szellemmel betöltekedel, megtisztul a te edényed, bűnmegvallásra jutsz, ahogy írja a Cselekedetek 2:38, vald meg bűneidet, hogy aztán tud venni a Szent Szellemnek az ajándékát. Szóval itt egy csorrendvő van állítva, és a legvégén a lémenítkedébe vízbe, mert akkor megfeszíted a testedet is, és az egész életedet átadod az Úrnak. Na most tedd föl magadnak a kérdést, belettél merítve a vízbe, hát te adtad az életedet az Úrnak. Majd megszabadultál a bűnöttől. Nem, mert Szent Szellemmel nem töltekeztél be. Hiszen Szent Szellemnek őt bemerítkezni, megkeretterkedni, írja az eredeti görög Szentírás. Nem vízbe, le van írva. János vízzel merítkezett, de ti Szent Szellem által fogtok. Nem tudom, mit nem lehetett beérteni. Ha mindenki ébredjen föl, hogy nincsen újra születve, már aki nincs. Sokan nincsenek. És elrendelte, hogy merítkezzenek be Jézus Krisztus nevében, akkor kérték őt, hogy maradjon még náluk néhány napig. Meghallották pedig az apostolok, Júdeában lévő testvérek, hogy nem zsidó nemzetek közül is elfogadták az Isten igényt. Amikor pedig felment Péter Jeruzsálembe, vitatkozott vele, kérdőre vonták, szemrehányást tettek a zsidók közül némelyek. Zsidóknak nem tetszett ám ez, mert ők is testiek voltak, azt hitték minden az övéké. Hát aztán az Úr meg az egész világra kiálasztotta a Szent Szellemet, kivétel nélkül. Ezt mondták, bementél körülmetélete neked? Együtt tettél velük? Hát ha nem mész be ilyen emberek között, olyan hirdeted nekik az evangéliumot. Ahhoz be kell menni. Elkezdte pedig Péter kifejteni, nekik sorjában ezeket mondatta. Jobbé városában voltam, imádkoztam, elragadtatásban látomást láttam, leszállt egy edény készülék, mely egy nagy lepedő négy csarkánál fogva leereszte az égből, egészen hozzám érkezett. Amikor szemügyre véve megnéztem, láttam föl négy lábú állatait, vadállatokat,
csúszómászokat, a dégő madarakat. Hangot is hallottam, mert ezt mondotta nekem. Állj fel, Péter, vágd le és egyél. Én pedig ezt mondtam. Semmiképpen sem, Uram, mert soha semmi közönséges vagy tisztatalan nem ment be a számba. De egy hang másodszor is válaszolt a dégből, amiket Isten megtisztított, te ne tarts közönségesnek. Ez pedig háromszor történt. Akkor felemelkedett újra az egész az égbe. S lám, rögtön három férfi állt meg a ház előtt, amelyben voltam, Cézáreából küldöttek őket hozzám. Szellem pedig ezt mondotta nekem, hogy menj velük, mit sem kételkedve, eljött velem ez a hat testvér is, és bementünk annak a férfiúnak házába. Elmondotta pedig nekünk, hogy Janne látta, hogy az angyal megállt a házban, és azt mondotta neki, küldj Joppéban, hívasd el Simont, akit Péternek is hívnak. Aki szólt már olyan beszédeket hozzád, ami neked és mind az egész házadnak megmentését, megtartását, üdvösségét szerzi. Szóval, amikor bementek a házadba, ott üdvösségre jutottak az emberek, és ezáltal menekültek meg. És házba ment be, nem gyülekedetek be, behúznak a gyülekedetbe, betolnak a víz alá, ő maguk sincsenek újjászületve, véletlenül se fog Szent Szellemre betöltekedni, mert ott a kundaléni szellemiség tombol, vagy a farizeusi szellemiség. Amikor pedig elkezdtem szólni, leszállt a Szent Szellem rájuk éppen úgy, mint Mirám is kezdetben. Eszembe jutottak az Úr beszédei, amit ezt mondott, a János ugyan vízben merítked be, de ti majd bemerítkeztek Szent Szellembe. Szóval kedves testvéreim, a bemerítkedés Szent Szellemben szól. Aztán, amikor már megtisztultál, betöltekeztél, újjászülettél Szent Szellem által, akkor a vízbe bemerítkedel, megkeresztelkedsz, és átadod az egész életedet Istennek. De akkor nem teszél elő semmit. Jön az Isten tisztelet, most a barátokhoz megyek, most a fiamhoz megyek, most a unokáimat ünneplem, most a nagyapámat nézem, meg mindent csinálunk, csak Isten tiszteletre nem járunk. Mert miért? Kik ezek a bátor legények, akik meg Szent Szellemmel nem születtek újra? Aki újra született Szent Szellemmel, az Isten félelemre jutott, bölcsességre, az nem meri ezt megtenni. Mindent elébe tenni Isten elé. Hát az igaz, hogy ne tégyelél semmit, igen, semmit. Isten elé. Mert bármit elé teszél, bárvány imádó vagy. És a bárvány imádás utálatos az Úr előtt, és az igaz, hogy a bárvány imádó se menjen a mennyek országába. Te üdvösségedet játszod el ebben. Ha te ugyanazt az ajándékot adta neki is az Isten, mint nekünk is, amikor hívők lettünk, hívő, nem kereszténynek kell lenned, hívői újjá kell születned, maga Jézus is ezt mondta, hogy hívő légy. És ha te újjá születtél és hívő vagy, akkor az Úr szól neked, hogy ugorj, te nem azt mondod, hova, minek Uram? Hány métert Uram? Te nem kérdezgetsz, nem te faggatod ki Istent, el ne felejtsd ma, hogy ő teremtette a Földet meg téged is. És ez nem fordítva, és Úr Jézus Krisztus, meg a mennyei atyák, Szent Szellem, nem egy autómat, ha bedobok két forintot, azt ezt kérek helyette. Sok keresztény azt hiszi, hogy Isten azért van az ő kívánságait, a testi, mocskos kívánságokat az Úr teljesítse. Tévedés testvérén. Amikor pedig hallottál, ezeket megnyugodtak, dicsőítették Isten. Ezt mondták, azért hát nem zsidó, nemzetek beliek is megkapta az életbe vívő gondolkodás mód megváltozását. Hú, de jó a fordítás. Károly, nem így fordítja. Megváltozik a gondolkodás módod. Ha téged Isten megérint, betöltekedel Szent Szellemmel, akkor téged a földi dolgokban nem úgy érdekel. Nem a pénzt akarod hajtani, ha van három ház, legyen még negyedik is,
hanem az Urat akarod te szolgálni, tiszta szívből és szeretetből. Ide kell elérkedni mindnyájunknak. Azok tehát, akik szétszorlottak Istvánért támadt szolgások folytán, eljutottak Föníciáig, Ciprusig, Antiókiáig, senkinek sem szólták az igét, egyedül csak a zsidóknak. Voltak pedig közük néhány ciprusi, Cirénél férfi, aki Antiókiába eljutottak, szóltak hellenistákhoz, a görögökhöz, is örömhírként hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, sok volt a száma azoknak, akik hívekké, hitükké, hithűekké lettek. Hithűek mit jelent az? Bármi történik az életemben, hithűségemet nem hagyom el, hanem hűségesen hiszek Istenben akkor is, ha rosszul mennek a dolgok. Odafordultak, megtértek, ráhagyatkozva az Úrra. Elhallatszott a szó Jeruzsálemben vérélő Jeruzsálem belé gyülekedett, füleibe is, felőlük is kiküldték, Barnabást Antiókiáig. Halleluja, dicsőség Istennek! Aki, amikor odajutott és látta Istennek a kegyelmét, megörült és intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úr iránt. Szóval meglettek intve, bármi történik az életedben, álhatatos szívvel légy az Úr iránt, soha semmit ne tégy Isten elé. Mindenki vizsgálja meg az ő szívét. Hányszor tette, hányszor csalta meg Istent avval, hogy elétette bármit is. Nem áldáshoz, senkinek se az életére. Kedulat véletolja. Mert első, ez, első, az, amaz, emez, nem, nincs ilyen. Első az Úr. Mindenkor mindenben. Mert jó férfi volt, és telve Szent Szellemmel, figyeled! Jó férfi volt, ha hogyan tudsz jó férfi lenni, vagy hölgy? Megtelsz Szent Szellemmel. Akkor nem a Jézabel lesz, halálzatos tud lenni a hölgy, a férje iránt, és így tovább. Nem ő akar dirigálni, mert ha ő akar, ő akarja hordani a kalapot, vagy a nadrágot, szokták mondani. Akkor ott a Jezabel tombol, és nem a Szent Szellem. És hit hűséggel, és elég nagy tömeg csatlakozott az Úrhoz. Azután kiment Tarszuszba, hogy felkeresse Sault. És amikor megtalálta, elvezette Antiókiába, történt pedig, hogy ők egy egész esztendőn át együtt vezették a kihívott gyülekezeteket. Figyeled, kedves testvérem az Úrban! A Károly Gáspár fordítás itt azt írja, hogy az egyházat, semmi köze nincs Istennek az egyházhoz. Maga Jézus is azt mondta, hogy kézzel csinált kő templomokban Isten nem lakott. A kihívottakat. Még egyszer mondom. Kik a kihívottak? Akiket az Úr a föld levetése előtt már kiválasztott. Bizony. Szóval még egyszer. Történt pedig, hogy ők egy egész esztendőn át együtt vezették ezeket a gyülekezeteket. A kihívott gyülekezetet, és tanítottak elég nagy tömeget, úgyhogy először Antiókiában nevezték a tanítványokat krisztusiaknak, keresztényeknek. Ezekben a napokban pedig proféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába. Előállt pedig az egyik közülük név szerint Agabus, megjelentette
szellem által, hogy az egész lakott föld kerekségén nagy éjség lesz, amely meg is lett Claudius idejében. Halleluja, dicsőség az Istennek, megállunk. Szóval nézzétek meg Istennek szent szellemmel betöltekedett profétái előre jelezték, hogy éjség van. Nézzétek meg a mostani profétát. Mennyi vadarságot, hazugságokat beszélnek. Ugye, hogy már erről tanítottam is minden a egyik testvér és a külföldi profétát lefordította, szeptemberben elaladtatás lesz. Nevetséges, csiralmas, nem tudom mi csinálja. Hogy lehet ilyen sötétségben valaki alakít ki profétája is, de az is, aki ilyen hamis proféciákat átfordít magyarra, hogy a sok-sok becsapott szellemiek, tisztatalan szellemmel betöltekezzek be, szédüljenek arra, hogy szeptemberben itt elragadtatás lesz. Közel sincsen erről, innét is látni, hogy ennek a személynek, meg aki fordította is, semmi köze Istenhez, szent szellemet nem ismerik, az ördög vedette mindegyiket. És a mostani proféták is ezt csinálják. Előre, ami megtörténik, nem tudnak profétálni az igaz profétákat, meg az igaz tanítókat, ugye azt azonnal mindjárt szembe mentek vele, mert az igazság fáj nekik. Ezért. Az ördögnek mindig is fájt, hiszen az ördög van leleplezve az igaz proféciákkal, az ördög van leleplezve az igaz szent szellem által való tanításokkal. Persze, hogy nem tetszik nekik. És itt megjegyzem, ez a földkerekségen lévő éhénység, ez még nem következett be Máté 24 szerinti. Abba most megyünk bele, majd ismét lesz ilyen éhénység a földön, gazdasági váltság, és itt tovább. Ebbe haladunk, most törkeményen bele. És el ne felejtsétek, egy világvallás már megvan, a Vatikán alatt vannak az összes egyházak, meg a karizmatikus gyülekezetek, fejkótája eladták a lelküket, ez az egy világvallás, ez már megtörtént, és egy világvezetés lesz. És Antikrisztus lesz maga a vezetője, abban a személyben lesz benne. És ennek be kell következni, addig semmiféle elragadtatás a Földön nem lesz. El van zsibbadva az elméje, aki ilyet tanít és fordít. Miért van elzsibbadva? Mert az ördög elzsibbasztotta őt. Se nem lát, se nem halt. Ő a szellemi vak. És meg van kötözve az ördöggel. És az ördög beszédét szólja, az ördög beszédét fordítja le. El se tudja képzelni ezek a fordítók, akik angolból vagy bármilyen nyelvű fordítanak le ilyen butaságokat, milyen nagy felelősség van az ő fejükön. A halottságot fordítják le. Sírálmas. Sírálmas. Persze, ha külföldről jött, az már jó. Ez egy magyar betegség. A magyaroknak mindig körülött valami külföld, amit körbe lehet liegni. Az összes fertő külföldről jött. A kundalinit is adokozták be, és tovább. Semmi köze Istenhez. Tanítványok pedig elhatározták, hogy amint kinek-kinek jól megy, tehetségeköd mértem, mindegyik segélyszolgálatot küldi Judeába lakó testvéreiknek. Egyből, ugye, indult a szívük, akit Isten megérintett, adakozásra. Hát akinek a szíve rendben van az Úrnál, az nem sajnálja a tizedet se. Az jó szívvel adakozik, nem úgy dobja be a kosárba, hogy meleg a testvérek látják, hanem örül, hogy ad. Amit meg is tettek, elküldték a vénekkel Barnabás Saul keze által. Halleluja, dicsőség Istennek, kedves testvéreim, így befejezzük ezt a mai alkalmat, és a 12-es fejezettel fogjuk folytatni. Hálás vagyok Istennek, és kérlek benneteket,
hogy mindenegen a szívetekbe engedjétek be, ne a buksiba, mert mikor tágul a fej, jön a okosság, akkor az mind az ördögtől van, és nekünk a szívünkbe kell beengedni az igét, mert a maga az ige Isten, és maga Isten a szeretet, és ezáltal szeretettel be fogjuk tudni tölteni a mi életünket, mint ahogy a holnapi tanítás lesz, hogy mi az igazi szeretet Isten, mit vár el tőlünk és minden egyes hívőtől. Hát bizony a holnapi nap is nagyon gondolkodtatóvá fogja tenni az a tanítás minnyájunkat, hogy hol tartunk ezen a területen, mert sok ember hajlamos még saját magát is becsapni, ezekkel a szeretettel, szeretem ezt, szeretem azt, de azt hagyjuk már békén, vagy csak úgy csinálok, mint ha szeretném, ha saját magadat csapod be, senki más. Nem beszélve arról, hogy maga Isten a szíveknek, veséknek vizsgálója, még a gondolatodat is megítéli, hogy senkit se tudsz becsapni. Most aki meg már szent szellemmel újjával születve, az elég, ha beleréd a szemedbe, és már az ördögöt látja. Azt ott lehet színészkedni, szépen beszélni, és így tovább. Mint ahogy szoktam mondani, hogy hétvégén sokan járnak keresztény állarcos bálba. Mert ott eljátszák, hogy ők keresztények, aztán hala mennek, röpködnek a kötőszavak, mennek a átkozódások, és így tovább, és így tovább. Meg mindenféle beszédek. Csá! Hello! Hát akkor nem így olvasom a Szentírásban, hanem aztól áldom meg az Úr. Áldás, békesség. Isten áldjon meg. Hát szívből szól a száj. Hát még keresztény létezete így beszélsz, így köszönsz, nincs újra a születés, a szívből van az is. Hát nem a nagyvilágiakat utánozni. A nagyvilágiaknak kellene, hogy utánozzon bennünket. Akik már újra születtek, Isten dicsőségére. És minden az Isten dicsősége. És Úr intézi az akarást is a szívedben. Csak add át az életedet neki, jó? És akkor szent szellembe bele keresztelkedsz. Nem a vízbe merítkedel be elsőnek, és azt hiszed, hogy rendben vagy, hanem itt az ige egyértelműen elmagyarázta először, szent szellemmel megkeresztelkedni. És maga az ige is azt mondja, hogy ti majd szent szellemmel kereszteltek, nem vízzel. Szent szelleme, és most meg vízzel keresztelnek, már kalimbanek, hogy ülekülnek. És azt hiszik, rendben vannak. Ha hogyan volnának rendben, mikor ő maguk sincsenek rendben? Na de ezen nem csodálkozunk, hiszen az ige előre megmondta, sok hamis proféta fog jönni az utolsó időben, sok hamis apostolok, pásztorok fognak és proféták fognak jönni. Vigyázzatok, mert ezek a bárány bőrbe bújt farkasok, na ők azok, akik most vannak. Nagy tömegeket visznek az ördög elé. Sírja is a Szentírás, ahol a dög, oda gyűlik a keselyű, ott jó sokan vannak. Egy imádsággal befejezzük el, testvéreim. Drága mennyei atyám, hálásak vagyunk ezeket az igéknek, és hálásak vagyunk, atyám, hogy te indítottál egy magyar embert, aki eredeti görögből fordította le a Szent Írást, Uram, a kettő ég és föld. Dicsőség neked, és Uram, te, hogy az igédben is indott ki, keres, azt talál, és megtaláltuk, Uram, ezt az eredeti görögből való Szent Írás fordítását. Uram, ez a te dicsőséged, és nem a miénk, Uram Istenem, te ki voltunk éhezve az igazságra, mert a Szent Szellem jelezte, hogy ez a Károly Gáspár fordítás, hát bizony, nem is tudom, milyen szót használjak, hát nem fedi a valóságot, ez igen, így van. Dicsőség Istennek, Uram, hogy te megadtad ezt a fordítást is nekünk, és Uram, a te dicsőséged az, hogy Szent Szellem által be tudtunk töltekedni, de a miénkkel, mint ahogy a Pál apostol is, Uram, semmi köze nem volt Istenhez, és egyik persze a másikra, Úr Jézus Krisztus szolgálta. Uram, tiéd a dicsőség, miénk a tanúság, Uram, hálásak vagyunk, és kérlek, Atyám, te munkád mindazoknak a szívét, akik nézik, követik ezeket a tanításokat, hogy Szent Szellem által újjá tudjanak születni, hogy a mennyek országában ébredjenek meg föl. Jézus nevében, Amen, Halleluja!